A Blick azt kérdezte Gálvölgyi Jánostól, hogy mit szólt a felesége ahhoz, hogy a Reprevű Rómeó forgatási szüneteiben őt masszírozó színésznőről kiderült, hogy jártas a pornóban is. Gálvölgyi szerint semmit, és nem ítéli el a lányt, mivel Fellini nem hívta fel, ahogy őt sem, mást kellett hát találnia helyette. Ezt hát kérdezzük a téma szakértőjét, drága tanár úr. Megjelent a pornográfiáról írt könyvben. Hát figyelj, rólam van egy cikk. És ilyen vastag? Ilyen vastag. Nincs ráírva az ára. Ari, hát ezt most mennyiért vegyük akkor? Nem tudom. Hát tényleg nincs ára. Hát azt mond rá, amit akar. Nincs dedikálva, ami a legértékesebb. Hát úgyhogy... az nem érdekes, de az ára, hogy... Nem azért csak, hogyha továbbadom, mennyiért tudnám elsütni. Én nem szégyellem, én dedikáltatom a Henrikkel, mert mit tudom én... Minden, ez is megy a műsoridő. Köszönöm szépen. Mutatkozzál benne. Érdekes, ugye azt írja az envelopján a szöveg, Havas Henrik eddig megjelent kötetei. Nagyon precíz, nem könyvet ír, kötetei. Henrik az egyik fejezet... Ne zavard őt, ne haragudj, nekem írni. És fejből. Így akarja bebizonyítani, hogy tud írni. Az egyik fejezetnek az a cím, hogy péntek esti vacsora. Igen, előtte esznek? Vagy nem, mi? Előtte van a péntek esti randevú, és szépen. Utána van a vacsora. Nem, az a teljes pornográfia beállt a sábez. Azt... Köszönöm szépen. Megmondom, mit írt bele a Henrik. A Heti Hetesből az egyetlen olvasómnak. Köszönöm. Ez hány centi szerinted? De úgyis az lehet, hogy anyukám van 4 centi bordónk, és akkor fél... Amennyi megjelent, már van 1 méter havas. Olvasd el, hogy mi van a hátulján, de artikulálva. Kicsi huszár. Nyomta, a Kilizsi nyomda, KFT, Debrec. Hátulján, venni hátulján. Itt. A pornó undorító és lealacsonyító. Én szerintem, te szerinted, ő szerinte, mi szerintünk, ti szerintetek, ő szerintük. De akkor ki nézi és ki fizet érte? Kérdés. Tanulj, kollégámnak átadom második. Nem, csak mutatom, hogy mondd tovább. Mert, igen. De akkor ki nézi és ki fizet érte? Én, te, ő, mi, ti, ők. Jó. A pornó undorító és lealacsonyít. Havas. Lealacsonyít. Enyém! Neved vissza a vágásnak, de a pornó elsősorban unalmas. Tudjuk a végét, az tény kérdés. A világ legunalmasabb műfaja. De meg lehet azt húzni, nem? Én nem tudom, egyszer nagyon nagy, még amikor nem is volt videó, hanem ilyen mozifilmen, a Rátonyi Robi hozott be, idősebb Rátonyi Robert hozott ilyen pornofilmet, és a Robika, aki hát zseniális zeneszerző volt már gyerekkorában is, az meghangosította, tehát minden ilyen nyikorgások volt, az a baromira élveztem. De akkor, amikor dugnak, abban semmi, az ég egy világ. Egyébként szakmailag, ezt titeket nyilván érdekel, voltam riportot csinálni, végigültem egy délöltöt egy szinkronfilm stúdióban, hogy hogyan szinkronizálnak. Igen, óriási, amikor 4-5-en vannak együtt, de mondjuk a 2 lány nincs ott, akkor csak a fiúk beszélnek, a lányok majd utólag domálnak rá. Volt egy tündéri, egy nagyon neves színészünk, a nevét nem mondom meg, az rosszkor szólalt meg, és azt mondta az orosz származású hangmérnök, Láci, az nem a te b***szod. Melyik vagyok én az a kicsi? Nézem a HBO csatornán az I Am Sam, Én vagyok Sam című filmet, amiben a Sean Penn játssza a főszerepet, mindegy egy értelmi fogyatékos. Isteni a szinkronja, a Szelednyei Béla szinkronizálja, annyira jó, hogy fogom, megtudom a Szelednyei telefonszámát, kiderül, hogy Spanyolországban nyaral, egy SMS-be 5 sorban
gratulálok, és azt mondom, hogy adekvát az alakítással. Ilyen fantasztikus szinkronizálást még alig hallottam. Három napja ülök a Görög Lacival, és beszélünk erről, és mondom, hogy milyen isteni ez a film, azt mondja, és a szinkronja is tetszett. Mondom, hogy tetszett? Hát a Szerenyei olyat csinál, hogy elmúltam ájulva, aztán nem a Szerenyei volt, én voltam az. Most a Szerenyei Spanyolországban vagy otthon azon gondolkodik, hogy miért kapott tőlem egy ekkora nyalát keselettel. Én a hétvégnek gratuláltam ezt, és mondja, hogy az nem ő volt, hanem a Funtek. Én mondtam, de te is jó lettél volna benne. Szóval a Görög Laci volt. Ja, megkapta a legjobb rendezés díját most, közönségdíjat. Most telefonált. Egyik legérdekesebb és legmegrendítőbb, ilyen 4-5 órát beszélgettem egy házaspár, akik állatos filmeket csinálnak, erről nem is akarok többet mondani, szörnyű volt. A hölgyet gyerekkora óta drasztikusan verte az anyja, megalázták, szóval borzasztó volt végighallgatni a történetüket. És a végén azt mondta a hölgy, aki többször sírva fakadt, és nagyon megrázolt az egész, és azt mondta, hogy és most tényleg én egy napja készülök, és most valamit szeretnék mondani tanár úr, de ez most magnón kívül. Az én vágyam az volt, hogy olyat csinálok, mint még senki, oroszlánnal. De nem jött össze, a macskafélékkel ez nem megy. Viszont megtudtam, hogy medvével menne a dolog. Nem tetszik tudni szerezni nekem egy medvét? Azért ez egy életcél, nem? Idáig is szép pályát futott be, a medvével, az állat... Az a koronája lenne a pályát. A hím állat az hogy gerjed föl egy Hát ha Brummox, minden lehetség. Megint csak azt tudom mondani, hogy nem csinálnák, ha valaki nem venné meg. Szóval azért itt egy tájunk már. Hát én ezért ilyen medvéset megnéznék, vessetek, megérte. De jó sztorival, ne viszont, maradjon ki. Ezt úgy hívják, hogy komédia, hogy legyen benne komédia. Hát, a sztori, az arra mondja, hogy ez komédia. Brum, brum. Lehet az irodalmi is. Egy nő egy tarajos gőtével, azért nagyon nagy dolog. Nevetni fogsz. Angolna az van? Angolnát azért szeretik, mert két vége van, de ezt hagyjuk. Bele lehet nézni biztos.